kizárt, hogy Gyöngyös Halász polgármestere törvényt sértett. Természetismereti versenyt rendeztek Kiskörén. Amit senki nem vár, de jön. Itt a pollen szezon. Üdvözlöm Önöket, Országtó Szilvia vagyok a HOTV híreivel. Ahogy legutóbb elmondtuk, belefojtotta a szót Papp László vállalkozóba, a Fidesz helyi elnökébe Gyöngyös Halász polgármestere a március 23-ai képviselőtestületi ülés során. Amikor Papp László egy levelet kezdett el felolvasni, Pásztor János polgármester olyan gyorsan szünetet rendelt el, hogy zavarában még a nem létező biztonsági őrökkel is fenyegetőzni kezdett, majd elfelejtette tisztességes emberekeszteni az ülést. Hogy került hozzá az én levelem, hogyha ez nekem jött? Nem, válaszolja rá. Igen, két dolog. Hát, nem tudom, biztos sok is lehet. Biztos lehet, hogy külön kaptam be. Hát én biztos nem. Bedobták a postát. Jó, Laci, nincs több szóra. Végigolvasom a gyárat, következő két Gyöngyös Halász. Hagyd abba, vagy szünetet rendelek el. Ez a legutóbbi Gyöngyös Halászi képviselőtestületi ülés egyik pillanata. Az izgatott reakciót figyelve kíváncsiak lettünk, mi volt a levélben, és arra is, hogy a miért akadályozta meg Pásztor János polgármester, hogy a tartalmát Papp László ismertesse. Az ügy előzménye a közben a mi postaládánkba is bedobott levelezés alapján, hogy a gyöngyösi pelenkogyár még 2015. decemberében arról értesült, Gyöngyös Halász területén esetleg hulladékégetőmű épül, és ezeket az értesüléseket a cég oly komolyan vette, hogy a település polgármesterének levelet írt, javasolva módosítják a helyi építési szabályzataikat, hogy a falu közigazgatási területén ne épülhessen ilyen hulladékfeldolgozó. Pásztor János javaslatában, amelyet a halászi képviselők elé tárt, az szerepelt, a Gyöngyös Halászi Hivatal 2 kilométeres körzetét, illetve a pelenkagyár 2 kilométeres körzetét tiszteletben tartanák egy új tiltással. Ami viszont az előterjesztés szerint nem azt tartalmazza, amit a Procter & Gamble kért, mert hogy itt már környezete jelentős hatást gyakorló gazdasági célú építmények létesítésének tilalma szerepelt a módosításban. A pelenkagyárnál a módosítás pontos részleteit megismerve azonnal reagáltak, 2 órával a grémium ülés előtt külön levélben szögezték le. Szó sem volt arról, hogy ők a környezetre jelentős hatást gyakorló gazdasági célú építmények létesítésének tilalmáért lobbiztak a falu önkormányzatánál. Kifejezetten azt kérték csak, hogy hulladékégető ne épüljön a környékükön. Pásztor János az ülésen nem olvasta fel a pelenka cég levelét, és mint láthatták, Papp Lászlónak sem engedte meg ugyanezt. A döntést pedig egyelőre elnapolták. Indul a nemzeti konzultáció. A kormány ahhoz kéri a magyar emberek támogatását, hogy meg tudják védeni határainkat és meggátoljuk a betelepítést, mondta Dömötör Csaba. A miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára sajtótájékoztatóján kifejtette, azért kérik a magyarok támogatását, hogy hazai kézben lehessen tartani az adók, a bérek és a rezsi szabályozását. 9. alkalommal rendezte meg a Heves megyei természetismereti verseny döntőjét a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiskörei szakaszmérnöksége. Közel 40 iskolából neveztek a csapatok a versenyre, a helyi megmérettetések után pedig 10 csapat jutott a döntőbe, ahol idén is szoros versenyben választották ki a díjazott csapatokat. A verseny fővédnöke idén is Szabó Zsolt államtitkár volt. Ez a rajztárlat már a 9. természetismereti verseny része. A kiskörei szakaszmérnökség aulájában állították ki azokat a rajzokat, amiket a csapatok készítettek a Tiszatóról és környezetéről. A közel 2 órás megmérettetésre pedig a panoráma teremben került sor. A döntőbe a korábbi fordulókon legjobban szereplő 10 csapat jutott be. A döntős gyerekek igaz-hamis játékkal, feladatlap kitöltésével és a Tiszával kapcsolatos népdalok előadásával mért tették össze tudásukat. Feladat volt még természetközeli alapanyagok felhasználásával egy hagyományőrző játék vagy használati tárgy készítése, amit szintén bemutattak a diákok a zsűrinek. A Felsőtárkányi Általános Iskola csapata például egy madáretetőt készített. Hát ez egy madáretető, ami fenyő lambériából készült, vastag magyaró ágból, pala, 200 éves palából, amit még nagyapámnak a tetején volt, vagy háztetőnél, és
apukám segített összeszerelni, de igazából mi mértük úgy ki, meg mi terveztük úgy meg, hogy hogy csináljuk, hogy mi legyen. A döntő a híres folyószabályozó mérnök Vásárhelyi Pál születésének 222. évfordulójára esett. A verseny célja évről évre ugyanaz, a környezet ismeretének és szeretetének az erősítése a gyerekekben, mondta Kovács Márton szervező, a Vásárhelyi Pál általános iskola vezetője. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a verseny, hisz a gyerekeknek ez többet is ad, mert pici kutató munka is van benne, nem csak a tankönyv alapján készülhetnek a gyerekek, és nagyon sokszínű maga a döntő, mert énekelhetek tiszai népdalt, különböző népi játékot készíthetek, tehát én azt gondolom, hogy nagyon színvonalasan megoldották a munkatársaim, én köszönöm nekik, hogy nagyon sokat dolgoztak vele, és látom a csillogó szemű gyerekeket, hogy nagyon tetszik nekik, örömmel vannak itt, és azt gondolom, hogy itt mindenki nyer, mert puszt kap, és ami tanult és készült, azt a későbbiek folyamán hasznosítani tudja, és reméljük, hogy a környezettudatos magatartást a környezetükben is át fogják tudni adni majd, nem csak a gyerekeknek, társaiknak, hanem a felnőtteknek is. A verseny fővédnöke Szabó Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő, a zsűriben pedig helyet foglalt Lovasi Attila, a kiskörei szakaszmérnökség igazgatója és igazgató helyettese Takács Attila, valamint a helyi iskola tanára, Grónásné Magdolna is, akiknek idén sem volt könnyű dolga. A diákok izgatottan várták a verseny végét, ami idén szorosabbra sikerült. A vetélkedő döntőjét végül a 60. Kodály Zoltán értékközvetítő és képességfejlesztő általános iskola Hódító Hódok nevű csapata nyerte. A csapat több mint két hetet készült a versenyre. Sokat kell gyakorolni, és hát úgymond ennyi. Tanultunk az iskolába a tanítónénénkkel is, a felkészítő tanárunkkal, és otthon az előző beküldős fordulóknak a feladatait is átolvastuk, és természetesen internetes oldalakon is néztük ezeket a különböző állatokat. Második helyezést ért el a 60. Kossuth Lajos általános iskola tiszai hajósok csapata, még harmadikok a Felsőtárkányi általános iskola kérészei lettek. A külön díjat a Noszvai Figedi János általános iskola árvízvédők csapata vihette haza. A résztvevők az eredményhirdetést követően megkoszorúzták a helyi iskola udvarán található Vásárhelyi Pál emlékművet. Amit senki nem vár, de jön. Itt a pollen szezon. A magyar lakosság legalább harmadát érinti az allergia, és számuk évről évre 2-4%-kal növekszik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat felhívta a figyelmet, hogy megkezdődött a pollen szezon. Picit későn kezdődött az idei pollen szezon. A különösen hideg tél miatt húzódott el, most több növény is egyszerre virágzik. A február végén tapasztalható szokatlanul enyhe idő hatására elkezdődött egyes növények pollen szórása. Február végén megjelent a mogyoróvirágpora, mindig ez az első, és ehhez társultak az éger, a szél. Ezeknek a virágpora, tehát a pollen koncentrációja már most csökken a levegőben, mivel március végét írunk. A ciprus és a tiszafa félék azok aránylag magas koncentrációban vannak. A nyárfa és a kür is közepes koncentrációt mutat, a juhar és a fűzfa pollen koncentrációja viszont most kezd emelkedni. Ráadásul a kültéri gombák spóraszáma is növekszik a levegőben, mivel az esőzések elmúltak. Áprilisban pedig beindul a nyírfa, utána pedig a füvek virágpora, majd májusban a hársfa és a platán. Ilyen jó időben viszont azzal kell számolniuk az allergiásoknak, hogy erősen fokozódni fognak a tüneteik. A szakrendelésen is növekedett a járó betegek száma. Az új betegek panaszkodnak, hogyha nem vírusos náthája van, akkor mindenképpen meg kell csinálni az allergiatesztet, tehát hogyha nem lázzal jár ez a tünetegyüttes, és nem színes a váladék, és már két hete tart a nátha, ordogulás, orrfolyás, tüsszögés, esetleg szemtünetek, szemviszketés, könnyezés, akkor mindenképpen indokolt megcsinálni ezt a aránylag egyszerű és nem megterhelő vizsgálatot.
A bőrteszttel elsősorban légúti allergéneket vizsgálnak, a karon vagy egyéb testfelületen végzett egyszerűbb allergiatesztek már 20 perc alatt eredményt hoznak, ami nagyban megkönnyíti az allergiások életét, hiszen gyógyszer beszerzésével fel tudnak készülni arra az időszakra, amikor az adott növény virágzik. Az allergia elleni gyógyszerek viszont sokat fejlődtek. Több generáció talán vagy kapható az antihisztaminokból, és arra törekszenek, hogy minél kisebb gyógyszeradag érje el ugyanazt a hatást, a véragygáton ne hatoljon át, és ne álmosítsa az illetőt, tehát hogy minél kevesebb mellékhatás alakuljon ki. A klímaváltozás hatására jövőben előreláthatóak számolnunk kell azzal, hogy a koratavaszi fák virágporára allergiás betegek tünetei hamarabb jelentkeznek, illetve hosszabb ideig állnak majd fenn. A tanulók számára az informatika oktatás és az algoritmikus gondolkodás minél korábbi bevezetését javasolja az Informatikai Vállalkozások Szövetsége. A szakmai szervezet a digitális kompetenciákat fejlesztő kerettantervet állított össze, amelyet hamarosan a döntéshozók elé terjeszt. Az ambiciózus célkitűzés szerint 4 éven belül minden diák az új rendszerben tanulhatna Magyarországon. Kötelező vizsgához köthetik a méhészek működését, mert az ágazatba tucatjával lépnek be nagyon alacsony képzettségű új szereplők. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint részben a szaktudás hiánya okolható azért, hogy az elmúlt hónapokban a hazai méhcsaládok harmada elpusztult. Nehéz évre készülnek az idén a hazai méhészek, amellett, hogy az árak még mindig nagyon alacsonyak, a méhcsaládok száma is drasztikusan csökkent, már biztos, hogy idén kevesebb méz kerül a kaptárakba. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok Önöknek, stábunk nevében is. A viszontlátásra! Kedden ragyogó napsütés várható csapadék nélkül, 15 és 20 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Szerdán késő estétől északon gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, 19 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Az északnyugati szél megerősödik, csütörtökön délutánra mérséklődik az erős légmozgás, 14 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk.